Tavaly 4271 vállalkozás működött Mosonmagyaróváron 499-el gyarapodott a társas vállalkozások száma az öt évvel korábbihoz képest, 40%-kal 1836 főre csökkent viszont az egyéni vállalkozások száma. 5 év alatt 88 milliárdról 136 milliárd forintra nőtt az adóalap. Ez a cégek erősödését mutatja 5 év távlatából. Az önkormányzat nem emelt adót az elmúlt 5 évben, így az, hogy az építmények után 460 millióról 528 millióra emelkedett a város bevétele, azt jelenti, hogy bővültek a cégek gyártó-raktározó területei. 2010-ben 1 milliárd 668 millió forint iparűzési adót fizettek a Moson Magyaróváron működő vállalkozások. Tavaly ez az összeg közel 1 milliárd forinttal volt magasabb, 2015-ben ugyanis 2 milliárd 542 millió volt ez az adó nem. A város bevételének 44,3%-át teszik ki a helyi adók.